Csak maszkban és kültéren rendezték meg az adományátadást a Józsa András Oktatókórházban. Az intézmény számára kiemelten fontos, hogy cégek által felajánlott támogatásokból is tudnak fejleszteni. Most a Marsó Kft-től érkezett a segítség. A nagymúltú vállalat 1 millió forinttal támogatta a Harc az életért alapítványt, mely a hematológiai osztály korszerűsítésében vállalt szerepet. Szondi Zita főigazgató elmondta, ágyszámát tekintve ez az osztály kicsinek számít, jelentősége viszont felbecsülhetetlen. Az osztály 28 ágyon működik jelenleg, ugye ez a nagy 70-80-100 ágyas osztályunkhoz képest egy viszonylag kicsi osztály, de a megye valamennyi hematológiai vérképző szervi betegségeit itt kezelik. Ezek a betegségek nagy részt rosszindulatú malignus megbetegedések, de hál' Istennek és szerencsére a fejlődés és a szakmai eredményeknek köszönhetően egyre több az a beteg, akit hosszú éveken keresztül gondozunk. Ez növeli az esetszámokat is. Több száz betegünk van, akik a megyében rendszeresen gondozás céljából jelennek meg az osztályon, illetve itt jelennek meg azok a betegek is, akik akut tünetekkel és akut betegségekkel jelentkeznek. Az országos hálózattal rendelkező Marsó Kft. Eredményes működésének köszönhetően évtizedek óta támogatja a sport, a kultúra és az egészségügy területét. A cég a megyei kórházhoz köthető több szervezetet is segített már az elmúlt években. A kórház vezetőinek a tanácsára és javaslatára döntöttünk a hematológiai osztály Harc az életért alapítványa mellett. Úgy ítélték meg, hogy ezen az osztályon olyan magas színvonalú munka folyik, és olyan súlyos betegeket ápolnak, hogy ezen betegek életkörülményeinek és kórházi körülményeinek javítása az mindenképpen segítségre szorul, és ezáltal mindenképpen fontos az, hogy ez az osztály támogatásban részesüljön. Az átadáson Szerafin László osztályvezető főorvos elmondta, a hematológiai ellátás pénzigényes terület, az itt alkalmazott gyógyszerek, diagnosztikai módszerek és a betegek ellátásához szükséges körülmények sokba kerülnek. A most kapott támogatás ezért nagy segítség az osztálynak. Ahhoz, hogy legalább egy lépéssel a napi rutin, illetve a többiek előtt tudjunk járni, ami fő célcitérzésünk, minden adomány jól jön. Ez az adományt is igen hasznosan tudjuk felhasználni, részben a hematológiai betegek ellátásának körülmények javítására, részben olyan eszközök beszerzésére együttműködve a laboratórium osztállyal is, amelyek a gyorsabb és precízebb diagnosztikát teszik lehetővé. Ez pedig már egy másik helyszín, és egy újabb, nagy összegű támogatás. Az Avon Cosmetics Hungary Kft. Közel 30 éve vesz részt a merrák elleni küzdelemben. A vállalat most 5 millió forinttal segíti az emlőcentrumot. Kétféle adománygyűjtési metódusunk van. Az Avon minden egyes eladott terméke után 1 forintot egy adománygyűjtő alapba helyez, illetve az adománygyűjtő termékeinek is a teljes hasznát a jó ügyek szolgálatába állítja, ez is ebbe az adomány alapba kerül. Az átadáson elhangzott, a támogatás kiemelten fontos ezen a területen, hiszen naponta közel 100 szűrést is végeznek a szakemberek. Elhangzott, az ellátás során évente több 10 000 felvétel készül, ezek kiértékelése lesz gyorsabb és biztonságosabb a felajánlásnak köszönhetően. Ezeknek a felvételeknek a kiértékelésére szolgáló speciális berendezés, digitális berendezést fogjuk ebből megvásárolni. Ezek nem egyszerű számítógépek, és nem egyszerű monitorok, hanem speciális erre a feladatra dedikált monitorok, illetve számítógépek, szoftverek. A merrák elleni küzdelemben fontos a prevenció. A szakemberek azt hangsúlyozták, a mammográfiai szűrésekre a jelenlegi COVID-helyzetben is várják a behívó levéllel vagy beutalóval érkezőket.